A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megnézzük, kik vehettek át idén Széchenyi díjat, foglalkozunk az autók téli felkészítésével, ezt követően pedig ellátogatunk az október elejé Merrák sétára is. Tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között adták át a Széchenyi díj a közügyekért elismeréseket. A Szent István Művelődési Házban a Fehérvár Média Centrum munkatársa Bácskai Gergely átvehette a rangos elismerést. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a Széchenyi díj a közügyekért díjátadónak. Az elismerés több terület, polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra jelöltjei részére kerültek átadásra. A találkozón a résztvevőket a Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Széchenyi Tímea és Varga István Attila, a díj alapítója köszöntötte, kiemelve, mennyire fontos a közügyekért tenni, és hogy erre az élet minden területén van lehetőség. Azt vettük észre, hogy a társadalomnak vannak olyan szürke eminenciásai, úgymond, akiket nem vesznek észre, pedig a munkájukon fölül díjazás nélkül önkéntesen segítik az emberek életét, és szinte az élet minden területén, tehát a tűzoltás, a mentés, a katasztrófa védelem, a rendőrség, aznak is a nyugdíjasai nagyon aktívak, de egyáltalán az élet szinte minden területén a közügyekért, a közért dolgozó embereket akartuk észrevenni, és egy kicsit őket a nyilvánosságra fókuszba helyezni. Ez nem csak egy egyszerű megyei, vármegyei vagy országos díj, ez egy nemzetközi díj. Itt el is fog majd hangzani az ünnepségen, hogy volt díjazottunk Törökországból, Vietnámból, Kínából, Kárpátaljáról, Erdélyből, idén is lesz erdélyi díjazottunk. És lesz olyan állatorvos például, aki mai díjazottunk, aki önzetlenül szinte ingyen gyógyítja mindenféle állatokat, és ezáltal nem csak az állatokon segít, hanem azokon a gazdikon is, akik esetleg nem tudják kifizetni azokat a magas gyógyítási költségeket, amit tényleg, és nekik ez egy menekülés azoknak az időseknek, akiknek már nem nagyon vannak hozzátartozó, csak egy-egy állat, és nagyon szép lesz ez a bemutató majd erről az állatorvosról szól, de lesz itt olyan is, aki például a történelmi, tehát a magyar történelmi családokat kutatja, ő lesz az egyik díjazottunk, és sok ünnepséget a Magyar Nemzeti Múzeumban szerveztek a magyar történelmi családok emlékére. Egyáltalán tűzoltók, rendőrök, mentők, ugye, ahogy el is mondtam, önkéntesek, akik alapítványoknál tevékenykednek, csak azért, hogy ugye segítsék a mások boldogulását. A díj egyben megerősítés is a civil szervezetek önkénteseinek, az erről hitelesen tudósító újságíróknak, illetve mindazoknak, akik a közügyekért, az emberekért dolgoznak nap mint nap, nem csak munkájuk, hanem egész életük során. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a családok megerősítése, a Széchenyi családra, Széchenyieknek a teljesítményére való emlékezés, de nagyon fontos az, amit a mai ember számára üzen ez az alkalom, hogy felelősek vagyunk nem csak magunkért, a barátainkért, hanem az egész társadalomért. Felelősséget hordozunk egymásért, és mindenféle lehetőségünkkel élni kell, hogy a többiek életét könnyebbé, szebbé, jobbá, biztonságosabbá tudjuk tenni. Ez a közös felelősség az, amelyet örököltünk a Széchenyiektől, és amelyért felelősek vagyunk elkövetkezendő nemzedékek felé. Az est folyamán összesen 16-an vették át a jutalmat, a jelvényt és a Széchenyit ábrázoló emlékszobrot. Kuratóriumnak ugye három tagja van, a Széchenyi Tímea asszony, Varga István, székesfehérvári vállalkozó, és Varga Lajos, a Perpétua Egyesületnek az elnöke, és hát az odaítélés, ahogy a cím is, a titulus is mondja ennek a díjnak, hogy azoknak kerül odaadásra, átadásra, akik valamilyen módon a közösség javára
tettek, és azt mindezt általában a munkahelyi kötelezettségeiken túlmenően valamilyen közcél érdekében. Elég széles a skála, mert nem csak magyar személyeknek lett ez már adományozva. Én úgy gondolom, hogy egyre rangosabb ez az elismerés itt Székesfehérváron. A díj névadója Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere. Eszméi tevékenysége és hatása által a modern új Magyarország egyik megteremtője volt. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Itt az ideje az autók téli felkészítésének. A témáról Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetett Polgár Tibor szervíz tulajdonossal. Itt az ideje az autók téli felkészítésének, és hogy mi mindenre lesz szüksége ehhez, miért fontos ez, mindenféle tudnivalókat el fog nekünk mondani Polgár Tibor szervíz tulajdonos, akit köszöntök a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, téged is. Köszönöm, hogy beszélgethetünk. Van egy ilyen restanciám, azt neked elmondom, hogy mindig, amikor megyek gumiztatni, akkor jól ledorgál a gumis, mert hogy volt olyan, hogy decemberben mentem. Na szerintem az első, amit most le kellene tisztáznunk, hogy mikor érdemes ezt megcsinálni, és miért, ugye arról nem beszélve, hogy ilyenkor tele van mindig az összes ilyen szerviz, műhely, gumis időpontokkal, úgyhogy azért időben el kell kezdeni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy sokszor akkor fut mindenki, amikor leesik egy pár centis hó. Tehát ezt mindenképpen meg kellene előzni. Már olyan túl nagy melegek nem lesznek, tehát átlagban ilyen 7-10 fok, ott már a téli guminak semmi problémája nem lesz, hogyha le van cserélve a nyári. Sőt, ilyenkor már a nyárit kínéljük meg, hogyha időben lecseréljük a gumiabroncsot, és nem kell torlódásra számítani a gumis műhelyekbe, szerelő műhelyekbe, mert és hogyha valakinek pedig felnim van a kerék, az a legjobb, tehát a gumiabroncs, mert akkor akár az autószerelője is le tudja cserélni, hogyha nem kell centírozni. Természetesen, hogyha centírozni kell, ellenőrizni kell, akkor gumis műhely, de hogyha nem kell centírozni, nem volt patkázás, egyéb sérülés a gumiabroncson, akkor nyugodtan fel lehet rakatni. Uh-huh. Én már jártam úgy, ugye, ahogy most mondtam is az előbb, hogy mondjuk decemberben vittem el, pont ahogy az első hó leesett, úgyhogy így egy kicsit magamra ismertem, és akkor nagyon mérges volt a szerelő. Az miért van, hogy mondjuk a nedves guminak annyira nem örülnek ilyenkor? Hát természetes, mert ugye olvad le, főleg, hogyha havas időszak van. Reméljük lesz tél egyébként, általában egyébként nem marad el, tehát ezt szoktam is emlegetni, hogy 2 hétig biztos lesz nagyon hideg, és 2 hét alatt is lehet komoly balesetet szenvedni, úgyhogy mindenképpen érdemes leváltani a nyári gumit téli gumira. Hát igen, az kellemetlen, amikor csöpög ránk, de hát mi ezt vállaltuk, tehát a szerelők, gumisok ezt vállaltuk, tehát jó, most ő lehet, hogy éppen mérges volt, rossz napja volt, de attól függetlenül mi ezt vállaltuk, ezt meg kell tenni, meg hát most már vannak különböző védőkesztyűk, egyéb felszerelések, tehát azért már annyira nem vészes, meg nem aknába csöpög ránk a víz, hanem ugye emelő, azért elég gyorsan le is száradnak az autók most már a műhelyekbe, tehát nem úgy van, mint régebben, meg azért annyira komoly telek nem szoktak lenni mostanában, hogy havat kelljen hányni az autó elől, hogy be tudjunk állni, vagy be tudjuk tolni. Uh-huh. Na, egyébként az, hogy nincsenek olyan nagyon kemény telek, meg hogyha most tényleg visszaemlékszünk az elmúlt egy-két vagy sok évre, akkor tényleg azt lehet tapasztalni, mondjuk egyszer, kétszer, háromszor esik mondjuk a hó. Na, a kérdés arra irányul, hogy mondjuk ha ezt nyári gumival tesszük, mert azt mondja, hogy jó van, úgyis kibírja, akkor milyen kárt okozhatunk benne? Hát az a probléma, nem is a gumival okozunk kárt, hanem más autójába vagy más egészségébe, mert akkor is hideg az aszfalt. Tehát nem olyan a tapadás egy nyári guminak, mint egy téli guminak. És ezért ajánlatos, hát ugye nagyon sok országban kötelező is a téli gumi. Meg ne feledkezzünk el arról, hogy sokan kimennek azért, vagy elmennek hegyvidékre, ahol azért sűrűbben esik a hó, szánkozni, síelni, egyéb téli sportokat űzni, és oda pedig a téli gumi az, tehát elengedhetetlen, hogy felmenjünk például a Kékestetőre. Uh-huh. Na, akkor most beszéljünk arról a részéről, hogy ugye vannak a téli gumik, nyári gumik, és van a 4 évszakos gumi. Sokan erre esküsznek, sokan arra.
Most akkor azt felejtsük el, ugye, hogy télen nyári gumit használunk, na, de a kettő közül, a maradék kettő közül melyik a jó megoldás? Hát én azt mondom, hogy a téli gumi egyébként, meg szerintem erre legtöbb szakember ezt fogja mondani, de hogyha minden kötél szakad, akkor a 4 évszakos is itt Magyarország területén megfelelő. Árban is nyilván nem tudom, milyen különbségek vannak, de van olyan, aki mondjuk amiatt ilyen szempontokat néz. Hát hogy nem kell átszereltetni. Ugye az télen nyáron az egy gumiablon csak közlekedik, mindenkinek szíve jó eldönteni, valójában valószínűleg egyértelmű, hogy a pénztárca függő is, de én, mint szakember, én mindenképpen a téli és a nyári gumi, és hogyha lehet, akkor felnyi váltással. Tehát ne kelljen mindig átszereltetni a gumiabroncsot, hanem mindegyiknek megvan a saját felnie, sokkal egyszerűbb, olcsóbb a cserélgetés, a másik pedig az, hogy a gumiabroncsot is kiméljük. Meddig érvényes, vagy meddig jó mondjuk egy gumi? Mert hát ebben is átlagban vannak. Ez ilyen 5 év. 5 év. 5 év. Uh-huh. Így van. Nem csak a téli gumi, nyári gumi kérdésről beszélgetünk most, de azért azt még meséljük el, hogy mire számíthat az, aki mondjuk elmegy egy gumicserére, mennyi idő alatt van meg, nyilván attól függ, hogy kell-e centírozni, vagy nem. Nem hiszem, hogy egy túl nagy idő fordítás. Nem, hát hogyha felnőtt van, akkor az megvan, egy olyan negyed órás történet egyébként, hát most már levegőkulcs van, meg egyéb ilyen nyomatékkulcsal ellenőrizzük, de ez megvan egy negyed óra alatt, sápos emelővel megvan emelve az autó, pillanatkor készen van. Akkor, hogyha gumisnak át kell szerelni, azért az ott már több idő. Ott azt mondom, hogy egy olyan fél és egy óra közötti időszakban van meg egy autónak a átgumizása. Uh-huh. És akkor készítsük fel térre is az autókat, nem csak gumiügyileg. Mi az, amit még ilyenkor érdemes átnézetni? Mindenképpen a fagyállót megméretni, hogy a hűtőfolyadékunk megfelelő mínuszos legyen. Tehát én azt javaslom, hogy egy ilyen mínusz 25, mínusz 30, főleg, hogyha elhagyjuk az országot, azért előfordulhat, mondjuk elmegyünk síelni valahova az Alpokba, ott azért vannak kemény éjszakák, tehát én azt mondom, hogy az a mínusz 25-30-ra be kell állítatni mindenképpen a hűtőfolyadékot, az ablakmosó folyadékot fokozatosan le kell cserélni nyáriról télire, és akkor azáltal ugye már, mire tényleg megjön a hideg, akkor már ezzel nem lesz problémánk, és nem fog befagyni az ablakmosó. Hát aztán az ablaktörlők állapota, hogy olyan legyen, hogy megfelelő, mert ugye azért most már csapadékosabb időszakok lesznek, és a nyári UV-sugárzás az nagyon tudja tönkretenni az ablaktörlő lapátokat. Ezek legyenek rendben, hát meg a világítás, ami nagyon fontos, meg akinek le vannak mattulva az első fényszorói, akkor azt érdemes lepolíroztatni. Uh-huh. És egyébként műszakilag ilyenkor érdemes átnézetni az autót, vagy milyen időközönként? A tél az ugye ebből a szempontból jelentős, hogy ugye egy csúszás, meg hát mindenféle dologra fel kell készülni, hogy mondjuk a fék tényleg jó állapotban legyen, de hogy egyéb dolgokat kellene nézni. Hát természetes, ugye a fékek állapota nagyon fontos, a lengéscsillapítók állapota nagyon fontos, futómű, tehát ennek mindig egyébként jónak kellene lenni télen, nyáron, de télen meg fokozattan fontos, hogy ezek az alkatrészek rendben legyenek az autón, és rendesen működjenek. Hát meg aztán a fűtőrendszer, hogy az megfelelő legyen, az ablakokat, oldalüvegeket le tudjuk fújatni, ne legyen az, hogy párásodik a szélvédő belülről, esetleg egy pollenszűrőcserét megoldani, mert ha az is el van tömődve, nem megfelelő a szellőzése az ablakok fele, és azáltal nem tudja lefújni a szélvédőt a fűtőmotorunk. Uh-huh. Egyébként egy ilyen átnézetést mondjuk milyen időközönként ajánlott megcsinálni? Úgy, hogy mondjuk, hogyha semmi baja nincs az autónak, mert ezért sokszor megyünk autószerelőhöz sajnos, vagy hát van, aki sokszor jár, de hogy ha mondjuk nincs semmi probléma, akkor milyen időközönként? Hát én azt javaslom mindenképpen, ha esetleg tudjuk azt, hogy egy hosszabb útra elmegyünk, akkor mindenképpen érdemes előtte átnézetni az autót. Meg azért azt mondom, hogy ilyen évszakváltásnál szintén fontos, hogy átnézessük az autót, hogy rendben legyen. A téli gumi cserére visszatérve egy pillanat erejéig, nálatok most csak úgy, hogy egy példát hozzunk a nézőknek, mondjuk nálatok ebben az időszakban mennyire leterhelt ez az idő? Mert ugye vannak gumisok, akik csak kimondottan a centírozás, gumizással foglalkoznak, és akkor azt tudom, hogy ilyenkor, így november, decemberig bezárólag az teljesen csúcsidőszak, aztán utána semmi nincs. Nálatok ez hogy van? Hát nálunk úgy van, hogy mi magát a gumiabroncsot nem szerelünk át, csak úgy szereljük át tehát kereket. Tehát amikor komplett a kerék, egyébként mi is tárolunk gumiabroncsokat felnével együtt, vannak ilyen törzsügyfelek, akiknek mi tároljuk
ugye olyan helyen laknak, hogy nem nagyon tudják tárolni. Én bevállaltam azt, hogy én ezt ingyenesen tárolom. Úgyhogy így vannak felnire szerelt kerekek, amiket mi tárolunk, és amikor így jön átnézetni az autót itt tél előtt, akkor fel is tesszük a téli gumikat. Uh-huh. És általában ezt egyébként ilyen reggeli órákba szoktuk, én reggeli órára szoktam betervezni, vagy beírni a naptárba, mert ugye utána nálunk foglaltak az emelők, tehát utána bejönnek a nagyobb munkák, kuplungozás, meg egyéb más történet, akkor már az emelő az foglalt, úgyhogy én ezeket mindig a reggeli órába szoktam megoldani. Most, hogyha nem az autóról beszélünk, hanem egy kicsit a vezetéstechnikáról, akkor még egy pár mondatot, gondolatot mondjunk, tanácsot a nézőknek így a télbe állta előtt, hogy mi az, amire figyelni kell, amikor vezetünk? Hát egy az, hogy lehetőleg a motorféket használjuk, inkább főleg, ha sikos az út. Tehát inkább arról beszélek, amikor jeges, deres, meg havas, akkor motorfékkel, és ne az utolsó pillanatban találjuk ki, hogy ott bepirosodott lámpa, és akkor csinálunk egy satúféket, mert biztos, hogy felgyorsul az autó, és bele fogunk menni az előttünk haladóba, vagy már álló autóba. Úgyhogy az egyik nagyon fontos. A hirtelen gyorsításokat is kerüljük el, mert egy az, hogy az autó, ha esetleg sikos az út, akkor elindulhat jobbra-balra, tehát nem biztos a megfelelő utat fogja választani. Meg hát arról nem beszélve, hogy ugye, ha még esetleg olyan autó, hogy kipörgésgátló nincs rajta, akkor meg ki is pörögnek a kerekek, tehát semmi értelme nincs, mert ez már túlfogyasztást fog okozni, úgyhogy ezekre nagyon fontos. Hát a világítás használata az elkerülhetetlen, tehát az ilyen esetben, tehát éjszaka, nappal, minden esetben ilyenkor használjunk még lakott területen belül is világítást, mert a gyalogosoknak a dolgát is megkönnyítjük ezzel, hogy látják, hogy mi arra közeledünk. Ha már a fogyasztást említetted, télen megnőhet-e a fogyasztás az autónak? Valamilyen szinten biztos, hogy megnől, mert ugye itt most már ezeknél az autóknál egy különböző jeladók érzékelik, hogy mennyi a hűtővíznek a hőmérséklete, és ahhoz adagolják az üzemanyag mennyiséget. Úgyhogy ilyen esetben valamilyen szinten nem túlzottan, de valamilyen szinten mindenképpen nő a fogyasztás az autónak. Van-e még esetleg valami, amire felhívnád te, mint szerelő, szerviz tulajdonos a figyelmet? Hát amire még érdemes odafigyelni, hogy az akkumulátorunk állapota milyen, mert ugye a téli időszakban azok azért hamarabb mennek tönkre, hogyha főleg már régebbiek cellazállatot kapnak, egyéb problémájuk lesz, úgyhogy az akkumulátor csatlakozások, saruknak a tisztasága legyen rendben, ezek is fontos dolgok. Ajtózáraink legyenek lekezelve, hogy ezzel ne legyen probléma, hogy befagy. Érdemes az ajtókédereket is lekezelni egy kicsikét, mert ugye befagyhat az ajtó, főleg amikor olyan időszak van, hogy esetleg havas eső esik, utána éjszakára megfagy, akkor az a csapadék oda bejut, és főleg kibeszállásnál. Akkor esetleg még ami érdemleges lehet, hogy például a láb gumiszőnyeg, hogy milyen állapotban van, mert ugye akkor a szőnyegünk fog nedvesedni, hogyha bevisszük a havat meg a csapadékot. Uh-huh. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem beszélgetünk majd akkor a következő időszakban is, amikor majd pont az ellenkezőjéről beszélünk, és hát reméljük, hogy a nézők megszívlelik, amit mondtál, amiről beszélgettünk, és hát az a fontos üzenet, vagy akkor szerintem, hogy most azonnal menjünk el gumit cseréltetni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Évente mintegy 7000 mellrákos beteget diagnosztizálnak Magyarországon, ami idejében még gyógyítható lenne. Az október 5-i mellrák séta célja az volt, hogy felhívják a hölgyek figyelmét a rendszeres vizsgálatra. Rózsaszín lufikkal, rózsaszín ruhadarabokkal és szalaggal üzentek az ország almánál gyülekező fehérváriak. Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, sportolók a mellrákban közvetlenül vagy közvetetten érintettek, fontos egészségügyi téma miatt érkeztek el október 1. szombatján a város szívébe. Idén is figyelemfelhívó közös sétára várták az itt élőket. Együtt az emlőrák ellen, ez olvasható a hátam mögött. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. És ahogy azt megszokhattuk, így Székesfehérváron is rengeteg nő és férfi érkezik el minden alkalommal erre a fontos eseményre, mert hogy ennek a programnak a célja a prevenció. Hiszen minden élet számít, és a program természetesen nem csak a hölgyeknek és a hölgyekről szól.
unikális az, hogy mi végig kitartunk ezzel a programmal. Lehetett Covid-járvány, lehetett gazdasági nehézség, mi valamilyen formában akkor is minden évben ezt a napot megtartottuk, mert nagyon fontosnak tartjuk a figyelemfelhívást. Egyrészt ugye a nőknek nagyon veszélyes a mellrák erre, de nem akarunk senkiről elfeledkezni. Mi azt szeretnénk, hogy talán így a nőkön keresztül a férfiakat is sikerül elérnünk, hiszen ők vigyáznak rájuk, hogy mindenki gondolja egy kicsit át itt a Covid után a saját egészségét, milyen szűrésre lenne szüksége, mi az, amit ő saját maga megtehet magáért, ez a legfontosabb. A mellrák szűrésen résztvevő nők száma azonban súlyosan lecsökkent a Covid óta. Ez az október, ez a mellrák elleni küzdelem hónapja, ami miatt rendezvények vannak az országban, és ez a séta is azért indult el, hogy egy kicsit és nagyon is felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a megelőzés. Nagyon sok családban anyát, feleséget, nagymamát veszítünk el úgy, hogy nagyon súlyos ez a mellrák, nagyon súlyos következményekkel jár. Ezért is fontos az, hogy időben, még a korai stádiumban felfedezésre kerüljön a betegség, hiszen minél korábbi stádiumban felfedezésre kerül, annál inkább megvan az esélye a teljes gyógyulásnak. A megelőzésnek a legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, amit két évenként egy veszélyeztetett korosztály, a fokozottan veszélyeztetett korosztályban lévő nők számára egy levéllel, egy meghívó levéllel indítanak el, amire sajnos még mindig nagyon kevesen mennek el. Sajnos 10 hölgyből 4 az, aki igénybe veszi a szűrővizsgálatokat a megyei adatok alapján. Nagyon fontos lenne, hogy ez a rendszeres szűrővizsgálat megtörténjen, és a szűrővizsgálatok közötti periódusokban, illetve azok, akik még nem tartoznak ezekben a fokozott veszélyeztetett korosztályba, azok az önvizsgálattal szűrjék ki azokat az apró elváltozásokat. Ez egy nagyon fontos üzenete ennek a sétának, és remélem, hogy mindenkihez el fog jutni ez az üzenet. Magyarországon évente mintegy 7000 új mellrákos beteget diagnosztizálnak, közülük 2000-en belehalnak a betegségbe. Kolléganőnk Kovács Szilvia is azok közé, a nők közé tartozik, aki megküzdött a daganatos megbetegedéssel. Nem csak a Fehérvár Média Centrum csapata, de azok a székesfehérváriak is erőt meríthetnek történetéből, akik közvetlenül vagy közvetetten, de megtapasztalták a mellrákkal járó küzdelmet. Ez valahol egyébként jó is, meg rossz is. Rossz, mert hogy ugye át kellett, hogy essek ezen a betegségen, viszont azzal a céllal jó, hogy itt tudok lenni, és ilyenkor el tudom mondani a gondolataimat, és talán-talán tudok erőt adni azoknak, akik esetleg most küzdenek a betegséggel, most is többen vannak itt ilyenek, sorstársaink, és hát én abban reménykedem, hogy ez a rendezvény is, meg úgy általában a mindennapokban is fel tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy el kell menni a szűrővizsgálatokra, figyeljünk oda. Én jelenleg azért vagyok itt, és minden évben egészen ameddig tudok, itt leszek, és mindig azt fogom hangsúlyozni, hogy a fiatalok is figyeljenek oda magukra, mert ezt el is fogom egyébként most mondani, hogy engem nagyon felháborítanak azok a gondolatok, amiket az utóbbi időben hallok, hogy a mellrákban nem illik meghalni. Hát most sem azért vagyunk itt, mert nem halnak meg nők a mellrákban. Ugye évente 7-8 ezer nőt diagnosztizálnak mellrákkal, ebből 2000-et elveszítünk, és hogy csak a saját környezetemben körülnézek, a legjobb barátnőmet 44 évesen vesztettem el, két másikat pedig egy 30-ast és egy 40-est. Tehát, hogy muszáj odafigyelnünk magunkra, és nem győzöm hangsúlyozni az önvizsgálat fontosságát, és azt, hogyha 45 és 65 év között kapnak a hölgyek meghívót, akkor igenis menjenek el, és arra pár másodpercre, amíg ezt úgymond ki kell bírni, nem egy nagy fájdalommal járó mammográfiát, akkor vessék magukat alá ennek, mert az azt követő esetleges kemoterápia, sugárterápia, a haj elvesztése, nagy Isten, a mell elvesztése sokkal nagyobb traumával jár. Miért tartod azt fontosnak, hogy ne csak mi nők vegyünk itt részt ezen az eseményen, hanem igenis a férfiakhoz is jusson el ennek a híre? Hát egyrészt azért is jusson el a híre, hogy megfogják a párjuk kezét és elkísérjék őket a vizsgálatokra, illetve a szüleik,
anyukájuk, stb. De nagyon fontos az is, hogy a férfiakat is érinti a mellrák, 1%-ban ugyan, de jó, magam is találkoztam mellrákos férfival, úgyhogy őket sem kíméli sajnos ez a betegség. És arra is nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy azok, akiknek a családjukban örökletes bármilyen rákbetegség van, nagyobb kockázatnak vannak kitéve, úgyhogy mindenképpen figyeljenek oda magukra. Még végszóként kérlek, foglald össze néhány mondatban, hogy milyen érzés minden évben itt újra és újra találkozni azokkal, akiknek tényleg fontos a prevenció, és igenis fontos az önvizsgálat, mert azért itt tényleg évről évre, hogyha körülnézünk, mindig sokan összejönnek. Mi a konklúzió neked ebből? Hát az, hogy akik itt vannak, törődnek magukkal, meg törődnek egymással, és az, hogy talán elviszik az üzenetét annak, amire most felhívjuk a figyelmet. Úgyhogy én ennek szívből örülök egyébként. Én magam is vezetek egy csoportot, a Mellrák Info Fejér, bár nem vagyok túl aktív, és nem túl sokszor osztok meg ott gondolatokat, felhívom a figyelmet mindig erre a sétára, és hogyha valaki akar, akkor ezen keresztül hozzám is fordulhat. Egyébként nagyon sokan keresnek meg. Most is van itt olyan hölgy, aki felemelte a telefont, egyszer csak felhívott, és kért segítséget az elindulásban, és én ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt vagyok, és bármikor bárki megkereshet. Szóval én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy vigyük annak hírét, hogy igen, a mellrák gyógyítható, azt nem lehet mondani, hogy megelőzhető, de gyógyítható, ha a korai stádiumban fedezik fel, ehhez viszont az szükséges, hogy önvizsgálatot tartsunk, és a mammográfiára elmenjünk. A programon, a Püspöki Palota sarkánál található sátorban mammográfiás vizsgálatra is kérhettek időpontot azok a hölgyek, akik magukkal vitték a szűrésre szóló meghívót, de bárki kérhetett tanácsot, információt. Ezzel együtt pedig rengeteg nő, édesanya, feleség, nagymama életét mentheti meg a tudatos odafigyelés. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.